104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok, Velünk Történt című magazin műsorunkat hallják, és benne az új blokkot, az e-ovit, az egyik vonalunk végén Nagyné Kerekes Anikó, a Penza lakótelepi és dr. Becsei Oszkár utcai óvoda vezetője. Késcsók Anikó, üdvözlöm! Üdvözlöm Önt is és a rádió hallgatókat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre áll. A másik vonalunk végén pedig egy óvoda pedagógus bácsi, Botyánszki Bence. Szia Bence, üdvözöllek! Szervusz, én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. És egyébként azt hozzá kell tenni, hogy intézményvezető helyettes is Bence. No hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állnak. Első kérdést tegeződhetünk? Természetesen, igen. Nagyon szépen köszönöm. Na hát akkor kezdjünk bele az e-oviba. Intézményvezető asszony, első kérdésem hozzád, kedves Anikó. A dr. Becsei Oszkár utcai óvodában a földnapi alkalmából a pedagógusok online közvetítettek a becseis gyerekeknek ebből az alkalomból. Mi volt a koncepció, és miért tartottátok ezt fontosnak? Ugye gyakorlatilag minden év folyamán megrendezzük ezt a programot a gyerekeknek, de természetesen a rendkívüli helyzet miatt most erre nem volt lehetőség, hiszen a gyerekek nem járnak óvodába, és online felületen történik a gyerekek irányítása a pedagógusok által, és mivel ezt minden évben megtartjuk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek környezettudatos magatartása kialakuljon, ezért felvetődött az ötlet egy óvodapedagógus kollégánktól, hogy mi lenne, hogyha mégis megtartanánk ezt a programot, és online közvetítenénk ezt a gyerekeknek. Tehát mi most felnőttként vesznek részt a pedagógusok rajta, és a gyerekeknek pedig mégis közvetítenénk, hiszen ez egy annyira jó program, és mindig szívesen veszik ezt a gyerekek, nagyon szeretnek rajta részt venni. No, és milyen programok voltak? Hogyan kell elképzelni? A programok tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy minden évben ekkor virágosítjuk az óvodánkat, és akkor az egyik része a programnak az a virágültetés volt. A másik része pedig, hogy olyan kísérleteket mutatnak be a pedagógusok a gyerekeknek, vagy olyan tevékenységeket szerveznek, ami azzal a földünkkel kapcsolatos, a földünknek a megóvásával, a környezettudatosságra neveléssel kapcsolatos. Értem. Hát jól hangzik. Bence, hozzád fordulva, ugye hát kevés férfi óvodapedagógus van, sőt, én még talán 20 éves rádiós pályafutásom alatt nem is beszélgettem óvodapedagógus bácsival. Te neked hogyan telnek a napok, hogyan érzed magad, és hogyan kapcsolódsz be így a programokba, ha bekapcsolódsz? Igazából én már 13 éve lassan a intézmény kötelékében vagyok. Én voltam az első Békés Csaván férfiként, de nagyon jó hírem van számodra, és a hallgatók számára, ugyanis Békés Csaba szerintem kiemelkedő az óvóbácsik egy négyzetméterre eső arányában, ugyanis azért jó páran vagyunk most már Békés Csaván, akik óvóbácsiként dolgozunk. Nézd, az elején picit furcsa volt egy teljesen női közegben megállni a helyemet. Most már ez egy teljesen hétköznapi dolog, tehát most már nem érzem azt a különbséget, amit korábban esetleg éreztem. Igen, és emlékszem egyszer még talán Szalvas Péter polgármester úr is kiemelte, igen, itt nálunk a stúdióban említett meg titeket, hogy milyen különleges, és amit te is mondtál, hogy Békés Csaba büszkélkedik óvodapedagógusokban, férfi óvodapedagógusokban. A gyerekek hogyan fogadtak téged? Hát igazából ez is egy ilyen furcsa dolog, mert a társadalomnak ez kevésbé átlagos dolog. A gyerekek meg ebbe belenőnek. Tehát abszolút ők nem tesznek különbséget abban, hogy most nem óvó nénim van, hanem egy óvó nénim és egy óvó bácsim. Ők ebbe beleszocializálódnak, belenőnek. Tehát ez nekik nem egy különleges dolog, ez inkább a felnőtteknek az. És ami nagyon fontos, és tőled meg kell, hogy kérdezzem, hiszen ezt az infót kaptam Varga Tamás alpolgármester úrtól, hogy te 2 éve vettél részt a Survivor című műsorban? Így van, én 2018 tavaszán, pont ezekben a napokban, pont 2 éve, én a Fülöp-szigeteken küzdöttem az elemekkel, illetve magammal, meg a társaimmal, hogy egy óriási élménnyel lettem gazdagabb 2 évvel ezelőtt. Na és akkor egy picikét mesélj már, milyen visszagondolni így 2 év távlatában erre a műsorra? Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy élmény. Én azt gondolom, hogy mindenkinek járna ez az élmény. Jó, mert többször meghívnak például az Evangélikus Gimnáziumban média órára, ahol magáról egy picit a műsorról, a hátteréről szoktam mesélni a ottani médiát tanuló fiataloknak, és akkor mindig egy picit újraélem ezeket az élményeket. Minden évben egy picit előveszem azokat a fotókat, amiket én készítettem, és ilyenkor újraélem az élményeket. Meg nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon jó kapcsolatot sikerült egy-két Survivor-össel kialakítani, és például tavaly együtt mentünk a 2017-es és 2018-as évad Survivor-öseivel egy kenutúrára a Tiszára. Miért folytatjuk veled, Bence? Anikó, hozzád visszatérve, milyen egyéb módon tartjátok még a kapcsolatot a gyerekekkel,
és a szülőkkel? Igazából az óvodapedagógus kollégáim nagyon kreatívan állnak ehhez a dologhoz. A óvodai tevékenységeket ütemterv szerint pedagógiai program alapján tulajdonképpen tervezetten végzik online felületen, tehát javaslatot adnak a szülőknek, a gyerekeknek az otthon töltött idő eltöltésére, illetve arra, hogy tulajdonképpen mennyire fontos, hogy ebben az időben is a gyerekek személyiségfejlesztése folytatódjon, tehát a pedagógia munkának folytatódnia kell, és hát ezt most ilyen módon tudják megtenni a pedagógusok, és ezt nagyon nagy lelkesedéssel, nagyon nagy kreativitással és többféle módszerrel is próbálják megoldani. Bence, te szoktál valamivel készülni a gyerekeknek? Persze, minden nap van valami olyan anyag, amit feltöltünk. Nyilván, hogy ezt tematizáljuk bizonyos hétre, tehát most a program ugye a Föld napja volt, ez különösen kiemelkedő mi intézményünk részéről, hiszen a fekvésünk miatt mi nagyon közel vagyunk a természethez, ugye itt az élővízcsatorna, a Körgát, illetve a Liget vonzás körzete, úgyhogy mi nekünk ez egy kiemelt jelentőségű ez a hét. Minden héten egyébként alapvető munkánk is arról szól, hogy tematizáljuk a heteket, vagy hónapokat, hogy éppen mivel kell foglalkozni. Nyilván ezek általában jeles napok köré rendeződnek, vagy olyan programokhoz, ami az óvodának sajátja, ilyen például az egészséghét. És hát ezzel kapcsolatban most jelenleg egy online térben próbálunk az interneten fellelhető anyagokból szakmai szemmel válogatni és ajánlani a szülők részére, illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy saját anyagokat is készítünk, ami egy picit újdonság, ugye, mert ilyet azért előtte nem nagyon csináltunk még. Tehát azt, hogy rögzítettünk egy-egy programot, illetve készítettünk fotókat, az nem ugyanaz, mint amikor magát a programot kell áttenni egy ilyen online térbe. Értem. Az anyák napjára hogyan fogtok készülni? Hát ugye most jön, jeles nap lesz. Így van, ez egy jó kérdés, mert ezen pont tegnap előtt gondolkodtam én is, mert az egyik barátom, akinek óvodás gyermekei vannak otthon, igaz, ő nem itt Békés Csabán van, kért segítséget, hogy ajánljak már neki anyáknapi verseket, és hát nevettünk, mert mondom, hogy átküldöm a párjának, mert ő fönt van a Facebookon, aztán rájöttem, hogy hiszen neki fog ez szólni. Tehát most ez egy picit nehéz helyzet, ugyanis ugye a gyerekeknek nincsen még közösségi oldalhoz egyéni hozzáférésük, így bármilyen verset, vagy bármit átküldenénk ugye a szülők részére, akkor a meglepetés ereje az elveszne. Úgyhogy még ennek a formáját nagyon meg kellene találnunk. Ezen még azért gondolkodnunk kell egy picit, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Nagyon szépen köszönöm. Anikó, a Penza lakótelepi óvoda, ugye ügyeleti óvoda, itt mik a tapasztalatok? Hát igen, ügyeletet is ellátunk már március 18-a óta folyamatosan. A város néhány óvodájából is fogadunk gyermeket. Ezek a gyerekek nagyon szívesen járnak hozzánk, már teljesen összeszokott kis csapattá verbuválódtak. Folyamatosan működünk, elvégezzük azokat a feladatokat, amelyeket ilyenkor nagyon fontos elvégezni, természetesen nagyon odafigyelünk a higiéniás feltételek biztosítására, és igyekszünk minden olyan szabályt betartani az intézményben, ami most erre a rendkívüli helyzetre előírás. Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltatok, és tájékoztattátok hallgatóinkat az EOV-ban. További jó munkát és jó egészséget kívánok nektek. Köszönjük szépen. Nektek is. Velünk Történt című magazin műsorunkat hallják, és benne ez volt az EOV. A műsort mindjárt folytatjuk.